A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Itt a Napi Retro, a régi idők nagy pillanatai. A stúdióban már várja önöket Séda Zoltán. Köszöntök mindenkit, 1989-ben járunk. Ebben az évben egy új Simpson motorkerékpár ára 19 000 forint volt. De persze, ha valaki még jobban elszeretett volna merülni a vásárlás tudományába, akkor érdemes volt ellátogatni a Fehérvár vásárba, ahol a műsorvezető ebben az évben Vágó István volt. ...1978-ban volt az első Fehérvár vásár, idén lesz a 15. amely nem csak az engedmények miatt nagy esemény a vásárlók számára, hanem egésznapos kulturális sót is jelent. Ezen a napon a szokásosnál lényegesen szélesebb választékban áll a vásárlók rendelkezésére. Több mint 20 fajta hűtőt, illetve hűtőládát kínálunk. Ezek közül utóbbi időben ritkán volt kapható olcsó szovjet hűtők, illetve a hűtőládák, amelyek fagyasztóládák, amelyek 120 litertől 400 literesig várják a vásárlókat. Több mint 10 féle videót kínálunk, 29 000 forintostól, 29 900 forintostól egészen 75 000 forintig, tehát kinek, kiki igénye szerint találhat ebből. Nagy érdeklődésre tart számot valószínűleg az a Zajva Music Center, amely 13 000 forintos áron kerül a pultra. Egésznapos műsort szervezünk a vásárlóinknak. Ebben a műsorban a Markos Nádas Duo, az Old Boys együttes lép fel. Egy nagyszabású divat bemutatóval készülünk. Reggel 8 órától menettánc indul a Velencétől, és ez a vásár helyszínéig tart. A műsorvezető pedig a közönség kívánságára ismét Vágó István lesz. Ez volt már a Napi Retro. Nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.